Szeretettel köszöntök mindenkit Kondorosváros Önkormányzat képviselő testületének június 16-án tartandó soros képviselő testületi ülésén. Köszöntöm a képviselőtársakat, az intézményvezetőket, intézményi dolgozókat, hivatal dolgozóit, jegyzőasszonyt, aljegyzőasszonyt, televízió nézőket. Megállapítom, hogy a mai képviselő testületi ülés határozatképes, a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van a mai testületi ülésen. Napirendi pontok tárgyalása előtt jegyzőkönyvhitelesítőt kell, hogy válasszunk. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki önként vállalja. Csendes Ildikó képviselőasszony vállalta, aki egyetért vele a képviselőtársak közül, kérem készfelméssel jelezze. Köszönöm. Mindenki egyhangúan egyetértett vele. Napirendi pontok tárgyalására térnénk rá. A mai képviselő testületi ülésünkön 2 napirendi pontot kell tárgyalnunk. Első napirendi pontunk tájékoztató a 16. betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett városi nagyrendezvény előkészületeiről, valamint második napirendi pontunk előterjesztések, bejelentések. Aki a napirendi pontokkal egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Egyhangúan elfogadta a képviselőtestület 8 fő igen szavazattal a napirendi pontokat. És akkor rá is térnénk az első napirendi pontunk tárgyalására, amely nem más, mint beszámoló a 16. betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett városi nagy rendezvény előkészületeiről. A napirendi pont előadója Hévízi Róbert úr, a Dérci Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézménynek a vezetője, azonban a beszámolót elkészítette Ottlaká Magdolna főszervező. Én szeretném is átadni a szót Hévízi Róbert úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület. Az idei esztendőben immáron 16. alkalommal kerül megrendezésre a Betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett című program, nagy rendezvény, amely az idei esztendőben eltér az előzőektől. Több fontos pontban is változott, elsősorban az időpont változása az, ami más, mint az előző években, illetve a rendezvény hosszának a változása is. Mindannyiunk előtt ismert, hogy az elmúlt időszakban jelentős változások történtek a Dérci Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézmény vezetésében, ezért a tavalyi struktúra maradt, hogy a rendezvénynek egy külön főszervezője volt, Ottlaká Magdolna személyében, és ő az, aki jelen pillanatban kézben fogja a szervezés jelentősebb részét, a könyvtár csak koordinálási feladatokat vállal, illetve segítséget és háttérmunkát nyújtunk. Én át is adnám a szót Magdinak, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet, hogy hogyan áll jelen pillanatban a betyárnapok szervezése. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület. Mint ahogy Hévízi Róbert igazgató úr is elmondta, változott a rendezvénynek a hossza. A képviselőtestület egy napot szavazott meg, amelyre költségvetést és forrást biztosít, illetve ennek kapcsán szét is választotta azokat a rendezvényeket, belső rendezvényeket, amelyek a betyárnapnál maradnak, és a rendezvények másik részét átcsoportosította az augusztus 13-án megrendezésre kerülő lovasnapokhoz. Ez jellemzően civil, illetve sportrendezvényeket jelent, így idén első alkalommal valóban nagyon-nagyon szervesen illeszkedik a betyárnapok a Kondorosi Csárdához, hiszen ez az egyetlen helyszín, ahol megrendezésre kerül, míg a lovasnapok kint a sportpályán, illetve a lovaspályán egy teljesen más rendezvény. Ez nagyon megkönnyíti a szervezést, némileg, nem jelentősen, de némileg csökkenti a költségeket is, de a szervezőknek és az árusoknak, a szolgáltatóknak sokkal nagyobb könnyebbséget jelent. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon ahhoz is hozzásegít ez a döntés, ez a bölcs döntés, hogy a betyárnapok rendezvénye sokkal emblematikusabban fogja Kondorost képviselni, mert tényleg a csárdánál lesz, ami egy szimbolikus helyszín itt a betyárság szempontjából. Ez az egyik jelentős változás. A másik ugye a hossza, hogy két nap helyett egy nap lett, ami egy kicsit azért módosult egy nulladik nappal, ami ide bejött, hiszen fiatalok keresték meg a könyvtárat és művelési központot, hogy ők szeretnének egy ingyenes, általuk felajánlott kis rockfesztivált összehozni. Erre 2 éve már volt itt mód Kondoroson, tehát ez a második alkalom, amikor ők ezt megszervezik. Teljes mértékben ők vállalták az együtteseknek a felkutatását, a hangosítást, a világosítást, és saját nézőközönségük is van, aki mindenhova kíséri őket. Így aztán ez a nulladik nap jelentős költséggel számunkra nem jár.
és mivel idén szintén egy új döntést hoztunk, azaz az árusok nem a rendezvény napján fognak kipakolni, mint az eddigi években, hanem előtte egy nappal. Így elkerüljük azt, hogy a rendezvény elején, mondjuk az ünnepi menet előtt, még az árusok kipakolnak, elnézést. A sátrakat akkor állítják, esetleg problémák felmerülnek, ezt mind lecsökkentjük a kockázatát azzal, hogy az előző napon ezt megoldjuk. Tehát pénteken 2-kor már pakolnak az árusok, kipakolnak a gyermekjátékokkal jövők, a szolgáltatók, a csárda is ki fog pakolni, és este 6-kor már úgy lehet a zenekaroknak fölállni, hogy a családokat várjuk egy ilyen esti utcabára, ahol ilyen örökzöld slágerekkel kezdenénk, pop-rock dalokkal, kellemes balladákkal, közben már lehet esetleg leülni a gyerekekkel egy kicsit vacsorázni, játékot venni, felülni egy-egy játékra, és aztán ahogy az éjszaka előre jön, úgy kezd egyre keményebbé válni, úgymond a hangulat, tehát egy kicsit a rock irányába át fogunk menni, illetve az alternatív zenék, és ott már a fiatalokat fogjuk várni egészen az éjszakába nyúlóan. A második nap, ami valójában most az első napja a rendezvénynek, a hagyományos elemeket megtartottuk, ez látszik a kiosztott programból is, ami nem teljesen végleges, de már olyan 99%-ban összeállt. Ami a teljes összeállítást illeti, az előterjesztésből kitűnik, hogy nagyon sok pályázatot adtunk be az idén. Tehát minden eddiginél több pályázat ment be jelentős összegekkel. Ezek egy része sajnos forráshiány miatt elutasításra került, de egy részénél még várjuk a döntést. Ha a döntések megszületnek, akkor bizony szerintem nagyon költséghatékonyan tudjuk megoldani ezt a rendezvényt. A Nemzeti Kulturális Alapnál van egy jelenleg futó pályázatunk, 7 millió forint támogatási igényel. Ezt eleve csak 2 napos rendezvényre lehetett beadni. Tehát ilyen szempontból nekünk most szerencsés, hogy kinyúlik a rendezvényünk, mert 1 napot nem támogattak volna. Ezzel a pályázattal kapcsolatban annyi információm van, hogy mivel bejelentették a háttérintézményeknek a besorolását a minisztériumok alá, a Nemzeti Kulturális Alap is valószínűleg át fog kerülni az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá. Ez nem tudom a döntést mennyire fogja befolyásolni, tehát valószínűleg a rendezvény után fogjuk megtudni, hogy nyerte ez a pályázat, hiszen eredetileg is augusztus elejére ígérték a döntést. Tavaly beadtunk a projektötleti felhívásra, amit az idén is várunk. Ha véletlenül ebben a 3 hétben nem sikerül beadni, hiszen ez is visszamenőleg elszámolható a rendezvényre, akkor esetleg az augusztus 13-ai napra ti még meg tudjátok próbálni, tehát ez is egy jó lehetőség. Illetve van még egy 5 millió forintos kérelmünk a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségénél. Erre én telefonon most kaptam egy pozitív választ, de ezt úgy merem még mondani, hogy ez azt jelenteni, hogy egy hungarikum kiállítás lenne itt délelőtt, ami Pestről érkezik. Telefonon azt mondták, hogy írjam be a programba, de még nem sikerült elérni a bírálókat, így azt ez még program szinten még nem szeretném kezelni, de egy ígéretem van rá, hogy ez talán sikerülni fog. Az az igazság, hogy már tavaly elhatároztuk, hogy a pályázatokkal előrébb gondolkozunk, hogy minél hamarabb lássuk azt a forrást, amiben gazdálkodni tudunk, de nem írtak ki olyan pályázatot, amivel sajnos ezt hamarabb meg lehetett volna tenni. Jelenleg is van egy hungarikum pályázat az önkormányzatnál, ami viszont sajnos csak decemberig tud szintén rendezvényeket biztosítani, tehát szintén nem tudjuk a jövő évi betyárnapra esetleg felhasználni. De azért ez a munka folyamatos, én úgy gondolom, a tavalyi év után szerintem megsokszorozódott a pályázatok száma, ha ez a rendszer megmarad, előbb-utóbb egyébként szerintem szépen ki fog ez alakulni. Mi az a pályázat, ami ebben az időpontban ehhez a rendezvényhez illeszkedik, pont akkor el is bírálják, nem kell sokat várnunk, és nem kell az utolsó pillanatokban még akkor döntés hozni, hogy lett pénzünk, tegyünk még be plusz programot, mert ugye ez az egyik legsúlyosabb gond ilyenkor, hogy várunk, hogy tudjunk plusz programelemeket betenni, de a döntések későn születnek meg. Az árusok szempontjából nagyon-nagyon jó volt az előrehozott július 9-i dátum, sokkal több árusunk jelentkezett, és elkezdődött egy tendencia, egyre több a kézművesünk, a népművesünk, a vendéglátósok, tehát megélénkült az érdeklődés az árusok részéről, sokkal többen vannak, én remélem, hogy sem az eső az idén, sem más nem fog közbeszólni, és el is fog mindenki jönni. Tehát én úgy látom, hogy most az evangélikus templom felül is végig sátrakkal valószínűleg fel kell vonulnunk, illetve ilyen fabódikat szeretnénk az idén is, mert hogy nagyon nagy az érdeklődés, ami szerintem nagyon jó dolog. A koncertek azt a testület döntése alapján nagyon jó koncertek lesznek az idén, sokkal több koncert, mint tavaly egy napon, ami szerintem szintén egy fontos tényező, és a Kondorosi csárdába szeretnénk az idén visszahozni azt a vezetett tárlatvezetést, ahol a pincétől a padlásig bemutatunk mindent, ezt tavaly sajnos nem sikerült összehozni, az idén szintén lesz.
Az óriás bográcsolás, a főzőverseny, ami eddig a sportpályán volt, az bekerül a csárdához, illetve a tópartjára, a Varodai tópartjára. A főzőversenyt a tópartján szeretnénk megszervezni. Ott lesz a gyermekhorgászverseny is, de a két program egymást nem fogja zavarni, erről beszéltünk mindkét oldalról. Az óriás bogrács viszont a csárda oldalában lesz. Ennek már volt egy kialakult helye régen, ahol a múzeumi rész van. Ott lesz felállítva reggel, és a déli órákban onnan lesz majd az ételosztás, tehát kint a főtér, a csárda melletti téren lesz az ebédosztás. Rossz idő esetén úgy, ahogy tavaly a nádas teremben lenne ez megrendezve. Én nagyjából költségvetésileg, programilag ennyiben szerettem volna összefoglalni a rendezvényt. Még talán annyit kiemelnék, hogy műsorvezetőnek az idén Gulyás Attilát sikerült a Jókai Színház színművészét megkérnünk, aki több főszerepet is játszik, gyönyörű hangja van, és elvállalta az egész napot, úgyhogy remélem, hogy ez is egy kicsit megerősíti a rendezvényt. Amennyiben valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok. A díszforgóban egy műgyőre a felvonás lesz az idén zene, mert hogy tavaly, igen, aztán jött vissza, de az sok. Sajnos tavaly az a fúvó zenekar, aki tavaly volt, az elment, úgy volt megbeszélve, hogy végig a menettel maradnak, és el kellett, illetve elmentek, nem kellett volna, de elmentek. Ez egy szerencsétlen eset volt így. Illetve a lovasok is elmentek, mert az egyik lónak vérzett talán az orra, tehát lesérült, és féltette a gazdája, így aztán hazamentek. Az idén Vári Ferenc képviselőnek köszönhetően most a Szarvasi Városi Fúvó zenekar fog velünk lenni. Velük megtörtént már az egyeztetés, ők végig maradnak velünk. Az a tervünk, hogy amikor végigjárják az utcákat, akkor az evangélikus templom előtt, ahol a gyülekező van, ők térzenét adnának, tehát eleve a gyülekező sem csendben lenne, hanem ők biztosítunk számukra a padokat, székeket, és ők zenével várnák a gyülekezőket, majd a menet elején fölállva ők vezetnék föl az egész menetet. A helyi lovas egyesülettel is egyeztettünk, ők nem a menettel jönnének a lovas fogatokkal, hanem beállnának a színpad mellé, mert az ő lovaik nem bírják, tehát idegesebb fajták, és nem bírják az emberek szoros közelségét, nem, és lemaradva, vagy túlságosan előre szaladva sem mutat jól. Így be fogjuk sakkozni, hogy ők úgymond várják majd a felvonulókat a színpad mellett, szépen sorrendben felállva a fogataikkal. Úgyhogy így gondoltuk megoldani, de természetesen betyárok, csikósok lesznek az ünnepi menettel, és zenével lesz, igen. Köszönjük szépen, még javaslom, Magdi, kérlek arra, hogy kihasználva a nyilvánosságot, végig szaladva nagyjából a nem végleges programterven, de egy picit fussuk végig, és valóban a televízió nézőket tudjuk tájékoztatni már, míg nem jelennek meg a nyomtatott plakátjaink és szórólapjaink, hogy ők már tudják ízlelgetni akkor a betyárnapi programot. Végigolvasom akkor, jó? Köszönöm. A nulladik napon, július 8-án pénteken egy kondorosi rockfesztiválra várjuk a kondorosiakat és a környékbeli embereket is. 18 órától Varga Misi és családtagjai kezdenek egy pop örökzöld slágerek kategóriában, a Family Trio néven, majd 8 órától a Reláció zenekar fog játszani, akik szintén kondorosiak. 21 óra 15-től a Matfield együttes lép fel, ők Szeghalomról fognak érkezni, egy amatőr zenekar, majd 22 óra 30-től a Score, akik Szegedről érkeznek. 23 óra 45-kor a Dreamlight együttes jön Kondorosról, és be volt még tervezve az Ajna együttes Kondorosról, ők nem biztos, hogy el tudnak jönni, most azt a telefont kaptuk, hogy lehet, hogy visszamondják családi okok miatt. Már visszamondták. Hát azt mondták, hogy egyeztessünk még egyszer. Július 9-én szombaton reggel 7 órakor a szokásos reggeli ébresztővel indul a nap, amit a Szarvasi Városi Fúvózzenekar és a Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület közösen fog végrehajtani. A település több pontján, ők végig mennek az utcákon, ébresztik az embereket nagy csinnadrattával, majd 8 órakor az evangélikus templom előtt lesz a gyülekező, ahol mindenkit várunk egy kis örömzenélésre, térzenére, néptáncra, és innen megy együtt az ünnepi menet 8 óra 30-kor, korhű öltözékekben, egészen a nagy színpadig, ahol már várnak minket a lovas fogatosok. Az idén egyébként az asszonyrablást is úgy hallottam, hogy a betyárok ide is időzítik. A 9 órakor lesz az ünnepi megnyitó, amelyre az idén Gajda Robert kormány megbízott urat várjuk, mint ünnepi beszédmondót. 9 óra 30-kor kezdődik a gyermekhorgászverseny a Varodai tónál, és 10 órakor a szokásos Rózsa Sándor pogácsája és közös pogácsa szaggatás.
10 órakor a házi pálinkák versenye kezdődik a csárdában, az ivóban, és vele egy időben elkezdődik a kézműves lekvárok és dzsemek, illetve a savanyúság verseny is, az pedig a nádas teremben. A főző attrakciók 10 órakor kezdődnek a Varodai tónál, szokás szerint a birkapörkölt, illetve a hagyományos szabadtűzön készített ételek kategóriái lesznek, és ugyan 10 órakor kezdődik, de a résztvevőket már reggel 7-kor várjuk gyülekezőre, illetve arra, hogy felállítsák a sátraikat. Szeretnénk, hogyha az idén nem csak az étkekre fordítanának nagy hangsúlyt, hanem arra is, hogy kidíszítsék a sátrukat, és szeretnénk, hogyha egy szempont lenne az is, hogy ki hogy díszíti ki a saját sátrát, esetleg milyen jellegzetes kondorosi, népi, hagyományőrző motivumokat mutat be ott a sátrában. Legyen az egy terítő, egy cipó nemzeti szalaggal átkötve, egy otthonról hozott pálinkás, bugykos, bármi, ami egy kicsit ezt a hangulatot erősíti. A főző verseny kicsit messze lesz a nagy színpadtól, de zenével, népi zenével, régi dallamokkal szeretnénk fokozni ott is a hangulatot, úgyhogy külön hangosítással ott zene fog végig a főzőket lelkesíteni. 10 óra 30-kor tavaly nagy sikert aratott a néptánc bemutató és gyermektáncház, erre kerül sor 10 óra 30-kor a Hősök terén, ahova várjuk a családokat, a gyermekeket egy közös táncolásra, ahol szakemberek fogják segíteni, hogy a gyermekek elsajátítsák az alapvető mozzanatokat. 12 órakor ismét asszonyverés, betyár és csikós bemutatók lesznek a csárda mellett, majd 12 órakor az ünnepi ételosztás. Az eredményhirdetések után délután 14 órától civil szervezés keretében népi játszóház lesz a Hősök terén, ugyanott, ahol a pogácsasütés is történik délelőtt, délután népi játszóház lesz, majd 14 órakor a gyerekeket Bojtorján koncertre várjuk. Még a szülőkkel a koncertet hallgatják, szeretnénk nem csak a díjnyertes, de mindenki, aki lekvárt vagy dzsemet hozott a versenyre, ezeket a lekvárokat megkóstoltatni a gyerekekkel, gubarúdon kínálva. Úgyhogy szeretnék, ha így még emlékezetesebb lenne nekik ez a gyermekkoncert. 14-től 17 óráig lehet sétakocsikázni Kondoroson. Ezt a helyi lovas egyesület vállalta magára. Majd ismét csikós bemutatók következnek, és kezdődik úgymond az esti program 17 órától, amikor is Janicsák Veca fog a nagy színpadra lépni, 18 órakor Bangó Margit, majd ezután következik egy olyan szület, amikor az Ergo a 90 perces nagy koncertje előtt beáll, ez alatt pedig a Blue Gym Egyesületnek, illetve a Kondorosi Kickbox Egyesületnek lesz bemutatója a csárda melletti térnél. Az Ergo élő nagykoncert előtt megtörténik a téglajegy sorsolás a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, majd az Ergo koncert és végül a tűzijáték, a napot pedig diszkó zárja 10 órától hajnali 3-ig DJ Olák Péter szervezésében. Lesznek állandó programok is, egyrészt idén is érkeznek Kondoros testvértelepülései, ami egy örömteli hír. A Kondorosi csárda épületében vezetett tárlatvezetés lesz az állandó csárda és helytörténeti kiállításnál. Egész nap látogatható a tájház állandó kiállítása, a tájház nagy termében pedig a kondorosi helyi értékek ismerhetők meg, és a tájház előtt pedig népi játszótér lesz, amit szintén a Legendák Földje alapítvány szervez a helyszínre. Ez az idei programterv. És egy Hungarikum kiállításunk van, ami még ugye függőben van, ez a délelőttre lenne betervezve, ez jövő hétfőig tisztázódik, akkor kapok egy végleges telefont, hogy ez mit jelent. Ez országos hungarikumok bemutatását jelenti. Köszönjük szépen, Magdi, a teljes körű tájékoztatást. Azt hiszem, hogy már mind a képviselőtársak, a jelenlévők, televíziónézők már ízlelgethetik a július 9-i programot, hisz nem vagyunk már olyan messze ettől a július 9-i szombattól, tehát ez még nem volt a teljesen 100%-os végleges programterv, de azért már úgy gondolom, hogy 95-99%-ban ez már akár véglegesnek is tekinthető. Képviselőtársakat kérdezem, hogy programmal, programtervel, előkészületekkel, pályázatokkal, költségvetéssel van-e valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata, kiegészítő információja? Egy kérdés, nem tudom, lehet, hogy múltan vagy, csak a betyárlapok honlapjára felkerült a program, ha... A program még nem, a végleges programot szerettük volna feltölteni, viszont minden más bekerült. Én javaslom, hogy rakjuk föl inkább tervezetten, mert tőlem sokan kérdezték majd, mert nem látják, mi lesz a program, hogy lesz. Tehát legyen odaérve, tervezett program, valószínűsít a program, és
de akkor is legyen valami, pláne, hogy ma van már ilyen anyag. Jó, persze, átküldjük, nagyon szívesen. Még annyit, hogy az idén ugye van két tábla a település két végén, amelyre a könyvtár megcsinálja a feliratokat, és azt ugyanúgy, mint eddig kihelyezi. Viszont kaptunk három darab ilyen B-típusú táblát, amik ilyen projekttáblák, amik hétfőn kerülnek ki pluszban, és csak a rendezvény idejéig lesznek kint, amik hirdetik ezt a rendezvényt a főút mellett, illetve itt a térnél is. És egy új molinót is csinálunk a színpad fölé, a tavalyi sárga, illetve a szokott, a megszokott sárga helyett, amit egy kicsit úgy a színpad látvány képéhez szeretnénk megerősíteni. Új látványtervvel. A régi sárga molinót pedig a könyvtár kihelyezi a csáda oldalára. És akkor az addig is hirdeti a fesztivált. Nyomtatott formában a lakosságnak fogunk juttatni programot, mint tavaly. Igen, igen. Ez a Hungarikum kiállítás, ez a pályázatos kérem, tehát inkább kérelem, kérelmen alapuló, ez az utolsó, ami még kérdőjel, és már készen vagyunk teljesen, és akár jövő héten ki is mehetne, erre az egy válaszra válok, erre a kérelemre. Mert ezt is sokan kérdezik szintén. Igen, és az ugyanúgy, mint tavaly kint lesz. Még annyi itt, hogy lehet, hogy itt el lett írva 10 óra után 12-re ez a házi kézműves. A lekvárfőzést gondolod, ugye? Hogyha a zsűri, meg tudja oldani, hogy párhuzamosan dolgozik, most úgy is csináltam, már úgy is mondtam be, pont ebből a logikából fakadóan, de jó, akkor át is írom, igen. Kérdése, észrevétele még valakinek? Úgyhogy ez is ilyen technikai jellegből, ez egy egy sorsolás itt a nagy színpadnál, minden évben, amikor oda tettük, mindig gondot jelentett a felkészülő zenekarok, hogy a folyamatos színpad és hangosító, vagy nem tudom, hogy ilyet előtt kapcsolat miatt, az mindig zavart őket, és ezt minden évben, amikor így a színpad elé került, hát ezt lehet, hogy érdemesebb lenne egy mikrofonnal valahonnan, máshonnan, mert ott folyamatosan a hangszerekkel, és ez pont ott a koncert előtt szerintem ott megint. Három évvel volt egy olyan megoldás, hogy egy lapuló a csárda oldala mellett. Oda ki voltak már egyetértve, a gyereményvágyat, azt hiszem állt, hogy négy éve volt. Igen, akkor ott volt egy ilyen. Az az igazság, hogy az amatőr zenekaroknak fölállítjuk a Tesszinek, illetve könyvtárnak Tesszinek a színpadát, mert ők nem tudnak nagy színpadon hangosítani és fénytechnikát használni. Ezeknek a fiatal fiúknak nagyon nagy élmény ez az egész, tehát ők imádják ezt a hangosítás részét, a fénytechnika részét is, de nekik a nagy színpad túl nagy, túl profi, túl magas, és ők azt kérték, hogy a kis színpadon legyenek kint. Az ott lesz a csárda oldalában, de eredetileg reggel összeszedtük volna, mert azon egyébként nincs program. Illetve arra a helyre megy a nagy bogrács. Illetve a bogrács is ott lesz. Ezért gondoltuk, hogy összeszedjük. Más mellett nem fér el a kettő? Egy esztétikai szempontot is figyelembe vettünk azért, mivel ott nem tartunk azon a kis színpadon a Betyárnapon július 9-én programot, ezért és közvetlen a múzeum tövében van elhelyezve, ne romboljunk már a csárdánknak a látványát, hisz azért hoztuk vissza a főtér, hogy a csárda körül legyen ez megrendezve. Én úgy gondolom, hogy Feri, akkor ezt ne itt beszéljük meg, hanem egyeztessetek Magdival, és találunk erre mindenféleképpen. Egy platós tárolótónál jobb a színpad, tehát hogy egy kis része marad meg. Esetleg egy részét ott hagyjuk még talán, de ezt meg fogjuk oldani. Köszönöm a jelzést mindenképpen. Intézményvezető úr jelentkezett, én még szeretne. Mondani, hogy a közeljövőben, a jövő hét folyamán össze fogunk hívni úgyis egy olyan értekezletet, amelyek a technikai dolgokat fogja tisztába tenni, tehát a közreműködő civil szervezetek, egyének, intézmények ott elmondhatják még a saját véleményüket, illetve megkapják azt a forgatókönyvet, amelyből aztán dolgozhatnak ők is, illetve amihez igazíthatják a programokat. Tehát itt felelősökre le lesz bontva, igen, és mostól kezdve az egy biblia lesz ennek a rendezvénynek. Köszönjük. Kérdése van-e valakinek még? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk most arról kell, hogy elfogadja a Kondorosváros Önkormányzat képviselőtestülete az előzőekben elhangzott tájékoztatót a 16. Betyárnapok a Kondorosi Csárda mellett városi nagy rendezvény előkészületeiről. Aki ezzel egyetért, kérem készszeremmel is se jelezze. Köszönöm. 8 igen szavazattal egyhangon elfogadta a képviselőtestület, és attól, mert szavaztunk, nem lépünk át a következő napirendre, hanem még mindig ennél a napirendi pontnál maradnánk, és visszaadnám a szót Hévízi Róbert úrnak, hiszen ahogy elhangzott a napirendi pont felvezetésénél is,
a korábbiaktól eltértünk a rendezvény hosszát illetően, illetve időpontját illetően. Tehát most eddig a betyárnapról, július 9-éről beszéltünk, de nem beszéltünk még szintén a nyilvánosságot kihasználva az augusztus 13-ai lovasnapról, valami családi, sport és civil napról. Ezt szeretném kérni a intézményvezető urat, hogy tájékoztassa a képviselőket és a televízió nézőket. Igen, a felvezetett programmal kapcsolatban is megtörténtek az előkészületek, melyel kapcsolatban sok kérdést már itt a képviselőtestület ülésén is beszéltünk, nem csak a dátumot, hanem az, hogy milyen jellegű lesz a program. Kettő színen fog menni kint a városi sporttelepen, augusztus 13-án a lovaspályán a lovasnap megrendezésére kerül sor, illetve a fű 2 és a fű 3 területén pedig a családi és civil sportnap megrendezése. Ez utóbbi alkalmával várjuk a civil szervezetek jelentkezését, várjuk az intézmények és baráti társaságok jelentkezését, hogy jöjjenek ki augusztus 13-án is, töltsenek egy napot baráti hangulatban, ahol, hogy úgymond piknik jelleggel saját maguk ellátását is megoldva részt vehetnek ezen a programon. Tervezünk egy kispályás labdarúgótornát, teniszverseny lesz a sportcsarnokban, ekkor kerül megrendezésre a kézlabda betyárkupa, illetve az egész programot 8 órakor a kutyaszépség verseny megrendezése fogja kezdeni. Ez párhuzamosan fog zajlani a lovas versennyel, tehát valamilyen szinten érdekes lesz egyébként, tehát lesz mozgás kint a sporttelepen, hisz délelőtt 9 óra 15-kor kezdődik a délelőtti akadályhajtás, majd fél kettőkor a délutáni akadályhajtás, tehát ezek mind-mind érdekességgel szolgálnak. Majd két színpad lesz, a TESZI által felállított és a fedést is felállító, vagy illetve kapó színpad lesz a lovas versenynek a központja, illetve az irányító része, és a művelődési házban található kis színpadot is kivisszük. Ott pedig folyamatos programok lesznek, bemutatók, amelyek egyébként már a július 9-i rendezvényen is föltűnnek. Igyekszünk helyiekkel, helyi programok, helyi előadókkal megtölteni a programokat. Így voltak már egyeztetések az aerobikusokkal és a kickboxosokkal is, illetve eredményhirdetések lesznek, majd a lovas versenyen az idei esztendőben is megrendezésre kerül a polgármesterek fogadhajtó versenye, és a lovas eredményhirdetés után pedig tombola sorsolásra kerül sor. Ezt követően pedig a kis színpadra visszatérünk, ahol rockkoncertek lesznek, illetve 8 órától egy olyan élőzenés fellépés lenne, amely utcabály jelleget adna zárásként. Hát itt a Tomaszi Parti bennek van egyelőre, hogy úgymond ő ajánlkozott, diszkó is lehet, de úgy gondolom, hogyha már itt a betyárnap után volt, ezeket a programokat még pontosítani kell bizonyos szempontok alapján, de én úgy gondolom, hogy egy jó program lehet ez is. Ami még érdekesség lehet, hogy egyre népszerűbb a veterán autók és veterán motorok kiállítása, itt találkoznának a veterán traktorok, amelyek a fű 3 és a kerítés közötti részen fel tudnak vonulni. Tehát minél több érdekességgel szeretnénk szolgálni ezen a napon is, hogy a kilátogatók jól érezzék magukat, legfőképpen úgy, hogy saját maguknak is csinálnak programot, azáltal, hogy a főzést biztosítanák maguknak. Ez lenne az augusztus 13-ai program tervezete jelen pillanatban, amelyhez egyébként még várjuk a javaslatokat. És én beleolvastam az előző képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvébe, ahol vita volt arról, hogy az nagy hagyományokkal rendelkező augusztus 20-ai kenyérszentelés és kenyérosztás az idei esztendőben meg lesz tartva, illetve nem. Egy tervezetet készítettünk erre is, és vannak már ezzel kapcsolatban is tárgyalásaink, természetesen ezt csak akkor folytatjuk, hogyha a képviselőtestület úgy dönt, hogy szükség van erre. Augusztus 20-án Szent István napi ünnepség megrendezésére is sor kerülhet. Itt ökumenikus istentisztelet és szentmise lehet a kondorosi evangélikus templomba, majd azt követően együttesen átvonulnánk a tájházba, és a tájházban tartnánk meg a Szent István napi programot, ahol egy ünnepi beszéd hangozna el a kemenci
kezében kenyérsülne, illetve ott történne meg a kenyéráldás is, és az ünnepi kenyérosztás is. Ez kérdőjel, hogyha a képviselőtestület úgy dönt, akkor ezzel kapcsolatban folytatjuk azokat a megkezdett tárgyalásainkat, amelyek vannak. A Legendák Földje Alapítvány partner ebben, és akkor a könyvtárral közösen megszerveznénk ezt a programot. Ez lenne az a harmadik része az előző évi, illetve az eszmegőző programoknak, hogy így akkor semmiben nem csorbulnak az egykori események. Ez kérdés, hogy szükség van erre. Köszönjük szépen a tájékoztatót. Kérdése van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban, akár az augusztus 13-ai programmal, akár az augusztus tervezett augusztus 20-át illetően? Amennyiben nincs kérdés, szavaznunk most természetesen nem kell, az előbb szavaztunk az előterjesztésről. A tájékoztatót köszönettel vettük, illetve így a televízió nézők pedig szintén tájékozódhattak arról, hogy akkor milyen programok készülhetnek augusztus 13-án a Lovas Nap kiegészítő rendezvényeként a sportpályán. Köszönjük szépen a napirendi pont előadóinak, hogy megjelentek a képviselőtestület ülésen és tájékoztatták a képviselőtársakat és a nagy érdeműt a várható programokról. Áttérnénk a második napirendi pontunkra, amely nem más, mint az előterjesztések, bejelentések. Ezek közül is az első Kondorosváros önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítása. Gyebnár Ágnes pénzügyi osztályvezető, azt mondja, kérdezem, hogy kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a leírtakat? Nem, illetve ha van kérdés, akkor szívesen van a számomra. Köszönöm. Pénzügyi bizottság tárgyalta-e? Bizottság tárgyalta, és elbódási javasolta. Kérdése, észrevétele van-e valakinek a leírtakkal kapcsolatban? Kiküldött anyag volt a napirend és az előterjesztés? Amennyiben nincs kérdés, akkor javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát is figyelembe véve Kondorosváros önkormányzat képviselőtestülete fogadja el az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem készszemeléssel jelezze. Köszönöm. 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Következőre rátérve, amely a 3-as számot viseli, Körösszegi Civil Egyeztető Fórum Egyesületnek a támogatása. Idei évben is megjelenik a képviselőtestület ülésen ez az előterjesztés, előző években már hozzászokhattak a képviselőtársak, hisz minden évben megrendezésre kerül a kistérségi civil találkozó más és más helyszíneken. Az idei évben Kardosközség lesz a helyszíne ennek a civil találkozónak, amely 14. alkalommal kerül megrendezésre ebben az évben. 400.000 forint támogatásról döntött a Körösszegi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa, amely 400.000 forint támogatást a többcélú társulás tagjai, a tagjai önkormányzatai adják össze, így a Kondoros első hozzájárulásnak a mértéke 48.367 forint. Én javaslom a képviselőtársaknak, hogy a Kondorosra eső összeget fogadjuk el, és támogassuk mi is ezt a civil találkozót 14. alkalommal, és Hévízi Róbert úrnak pedig el tudjuk mondani itt személyesen, hogy akkor legyen sikeres ez a találkozó. Szeretettel várom mindenkit. Köszönjük szépen. Pénzügyi bizottság tárgyalta-e? Tárgyaltuk, és elfogadásra javasoljuk ezt a összeget. Köszönöm. Kérdése valakinek, észrevétele? Akkor javaslom, hogy határozzunk, illetve fogadjuk el a 48.367 forint támogatást. Aki ezzel egyetért, kérem készszemléssel jelezze. Köszönöm. Feri? Jó, akkor 7 igen szavazattal tartózkodott, egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Következő Körösszegi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. üzleti tervének elfogadása.
Ezt az előterjesztést a képviselőtestület tárgyalta május 19-i képviselőtestületi ülésen, azonban nem fogadta el az üzleti tervet. A Körösszegi Kistérség Többcélú Társulás viszont 2016. április 27-i ülésén elfogadta, és minden tagtelepülésnek elfogadásra javasolta, azonban mivel Kondorosváros önkormányzata ezt nem fogadta el, ezért módosította a társaság a tervezést, és a 2016. évi üzleti tervet 28 millió forint tervezett bevétellel és 28 millió 103 ezer forint kiadás megtervezésével módosították. Milyen tisztességen tárgyaltuk, és akkor ugye elfogadást javasoljuk. Köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs kérdés, más javaslat, akkor javaslom, hogy a pénzügyi bizottság javaslatát figyelembe véve Kondorosváros önkormányzat képviselőtestülete fogadja el a Körösszegi Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét 28 millió forint tervezett bevétellel és 28 millió 103 ezer forint tervezett kiadással. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm. 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Ötös számú következik, Gyulai Közüzemi Kft. Társasági szerződésének módosítása. Ez már utólag kiküldött anyagként szerepelt. Bizottsággal sem tárgyalok, igazán egy technikai módosítás, mint tagok egy telephely változáshoz gyakorlatilag nekünk is jóvágyást kell adnunk, tehát javaslom elfogadni. Köszönöm. Így van, kiegészült egy végegyházi telephellyel a társasági szerződés. Kérdése van-e valakinek? Amennyiben nincs kérdés, akkor javaslom, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítását fogadja el Kondorosváros képviselőtestülete. Aki egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm. 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Hatos számú következik, Körösszegi Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Támogatási szerződésének módosítása. Ez az előterjesztés is ismerős lehet a képviselőtársak előtt, hisz a májusi képviselőtestületi ülésen már döntött a képviselőtestület arról, hogy a Körösszegi Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi működési támogatását jóvá hagyja, amely éves szinten 5.819.200 forintot tesz ki. Azonban a számítás az nem volt helytálló, hiszen a támogatási szerződés bruttó összegben tartalmazta a működési támogatás mértékét, és ezt nettó összegben kell meghatározni. Tehát azt jelenti, hogy az éves támogatási szerződésnek az összege 5.819.200 forintról csökkent pillanat, 4.580.000 forint per éves támogatási összegre, ami azt jelenti, hogy negyed évente fizetendő 1.145.000 forint. A bizottság is tárgyalta, és így a módosítás után elfogadást javasolja. Kérdése van-e valakinek? Köszönöm szépen a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy megtárgyalta az előterjesztést. Amennyiben nincsen más javaslat, kérdés, észrevétel, akkor javaslom, hogy Kondorosváros önkormányzat képviselőtestülete fogadja el ezt a negyed évente fizetendő 1.145.000 forint összegű támogatást, és megbízza a polgármestert, hogy az 5 éves időtartamú támogatási szerződést kösse meg. Aki ezzel egyetért, kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület, és mivel Szabóné Csendes Ildikó képviselő asszonynak el kellett távoznia, aki jegyzőkönyv hitelesítő volt, ezért új jegyzőkönyv hitelesítőt kell, hogy válasszunk. Kérdezem, hogy ki az, aki önként vállalja. Aki itt marad a végéig. Boldis képviselő úr vállalta, aki egyetért vele, kérem készfelemeléssel jelezze. Köszönjük, elfogadtuk Boldis képviselő úr új jegyzőkönyv hitelesítőt.
Rátérve a következő előterjesztésünkre, ami a 7-es számot viseli, az pedig a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Elszámolásának elfogadása. Igen, bizottségülésen tárgyaltuk, és gyakorlatilag az előző napirenden is elmondhattam volna, de az alapvető lényeg itt is megjelenik, hogy törvénymódosítások miatt mind a szemét, az előző napirendi pontban a szemétszállításról költségéről volt szó, itt meg a víz, meg szennyvíz költségéről. Tehát törvénymódosítás szerint már mi nem végezhetjük csak ilyen alvállalkozóként a tevékenységet, pontosabban a víznél, például a Gyulai Közüzemi Kft.-nek kellett átadni a víz és szennyvíz üzemeltetését, a szemétszállításnál pedig egy létrejött egy kis térségi szervezet is nekik kell, mert csak így felelünk meg a jogszabály előírásoknak. Viszont, és ezeket a szervezeteket kell most gyakorlatilag plusz működés támogatással dotálnunk, ami azért történik, mert ugye már jó pár éve be van fogyasztva a díj, mind a víz, mind a szennyvíz, mind a szemét terén, viszont az önkormányzati közfeladatellátást biztosítani kell, és ezért azok a szervezetek, amelyek ezt a közszolgáltatást nyújtják, a nekik meg nem térülő költségeket jogosan követelték az önkormányzattól. Tehát előző napirendben is a szemétszolgáltat cégnek azt a különbözetet, ami a kondorosít szemétszállítás felmérő költség és árbevételi különbözete, és itt is ebben az előterjesztésben azt a költséget, ami a kondoroson élők víz és szennyvíz szolgáltatásának a tényleges költség és onnan tőlük folyó bevételnek a különbözete, az önkormányzatunknak kell állnia. És ez a napirendi pont is arról szól, hogy igenis a Gyulai Nonprofit Közüzemi Kft.-nek 4.672.000 forintot át kell adnunk a tavalyi évre vonatkozóan, mert kimutatta, és gyakorlatilag itt volt személyesen is egy munkatárs, aki bemutatta, levezette a költséget, miért kerül annyiba, amennyibe, és sajnos nagyon sok jogszabályi változás van, amit több újabb és újabb költséget generál, és ezt sajnos a díjakban nem lehet beépíteni, viszont ezt így most már nekünk kell állni. Tehát ha a jövőben várhatóan ez az összköltség, hogy növekedni fognak, mert olyan kötelezettségek vannak, tehát sajnos a következő évben is találkozni fogunk ilyen előterjesztésekkel, hogy víz, vagy szemét, vagy lehet, hogy lesz később más dolog is, és a kapcsolatos költségeket át kell vállalnunk. Tehát ez előterjesztés, a bizottság tudom, elfogadta az érveket, hogy milyen költségek mennyibe kerülnek, és gyakorlatilag elfogadási javasoljuk, de szeretném felhívni a képviselőtársam figyelmét arra, hogy igen, sajnos az elkövetkező években ez komoly költségé lesznek éves szinten, hogy gyakorlatilag úgymond a körülbelül közszolgáltatással kapcsolatos költségeket ki kell pótolnunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. A bizottság javaslata tehát az egyértelműen, hogy elfogadja és támogatja a kifizetendő 4.672.000 forintot. Mint ahogy Boldis képviselő úr is elmondta, ez annyiban szeretnék kiegészítéssel élni, hogy bizonyára mindenkinek tudomása van arról, hogy mikortól szolgáltat víz és szennyvíz ágazatban a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. És ez a megjelenő összes hiány, ez a 4.672.000 forint, ez egy fél év alatt megtermelt hiány. Sajnos valóban, ahogy Boldis képviselő úr elmondta, ez a későbbiekben ez csak emelkedni fog, mivel ez fél évet mutat, és majd egy egész évet fogunk látni jövőre, amikor már a teljes 2016-os évet kell visszapótolnunk. Az előterjesztésből kitűnik, amúgy a képviselőtársak láthatták, illetve valamint a tegnapi pénzügyi bizottságülésen valóban jelen volt a főmérnöke a Gyulai Közüzemi Kft.-nek, aki hosszasan taglalta és részletesen elmondta, hogy milyen olyan plusz költségek terhelik ezt az ágazatot, amik még nem voltak akkor, amikor a település szolgáltató intézmény volt a víz és a szennyvíznek az üzemeltetője, és ő volt a szolgáltató. Ami még fontos, azt hiszem, hogy bérleti díj módosítást hagyott jóvá tavaly képviselőtestületi ülésen a képviselőtestület,
14 millió forint éves bérleti díjat határozott meg a képviselőtestület a víziközmű, teljes víziközmű vagyon vonatkozásában, amely korábban 3,2 millió forint volt. Azonban ez a díj visszaáll a képviselőtestületi határozattal ellentétben, tehát azt nem lehet érvényesíteni 14 millió forintot, hisz a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnöke rendeletben állapíthatja meg ezt a bérleti díjat, tehát egy magasabb szintű jogszabály szabályozza, és mi kénytelenek vagyunk elfogadni azt, hogy a 3,2 millió forintos bérleti díjat fogja megfizetni Gondorosváros önkormányzatának a Gyulai Közüzemi Kft. A víziközmű vagyonra. Amiért több lehet még ez a díj jövőre, az pedig nem más, mint bizonyára mindenki tisztában van azzal, és láthatja most már otthon, háztartásában mindenki, hogy a csapból nem jól megszokott sárga színű gondorosi víz folyik, hanem most már az áttetsző délbékésből érkező maros hordalék kúpnak a vize. Ez az ivóvízminőség javító programnak köszönhetően ért el a településre ez a víz, amely szintén egy többletköltséget fog eredményezni Gondorosváros önkormányzatának, hiszen ezt a maros hordalék kúpból a regionális vezetéken érkező vizet 89 forint per köbméteres áron kell megvásárolni az önkormányzatnak, és Gondoros vonatkozásában ez olyan 130-140 ezer köbméter per éves vízfelhasználást jelent. Tehát ki is lehet számolni gyorsan a plusz költséget. Természetesen áram megtakarításon keletkezik, mert a saját kútjaink leállnak, és annak a szivattyúnak az áramköltségeit nem fog jelentkezni, de egy nagyobb tételben fog jelentkezni vásárolt anyagköltségként a víznek a díja. Így van, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy mindez a vízdíjban viszont nem érvényesíthető, hisz egy befagyasztott hatósági ár van a víznél is, ami a rezsicsökkentésnek a folyamánya és az eredménye. Ezért az itt keletkező pluszköltségeket Gondorosváros önkormányzatának, illetve minden más adott település önkormányzatának a büdzséjéből kell állnia. Kérdése van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, akkor a pénzügyi bizottság javaslatát is figyelembe véve a határozati javaslat a következő: Gondorosváros önkormányzat képviselőtestülete elfogadja a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Elszámolását a 2015. évi üzleti terv zárásához kapcsolódóan a települési víz és szennyvízszolgáltatás eredményességének alakulására, és utasítja a polgármestert, hogy 4.672.000 forint átutalására 2016. június 20-ai határidővel gondoskodjon. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy észrevétellel jelezze. Köszönöm. 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Következő a 8-as számú előterjesztés, amely a közétkeztetési feladatok ellátása és a gondorosi csárda bérbeadásának pályázatáról szól. Gondorosváros önkormányzata a közbeszerzési eljárást indított a közétkeztetés és vendéglátóhely üzemeltetési szolgáltatás ellátására, amely egy nyílt közbeszerzési eljárás volt. Az ajánlatok bontása megtörtént 2016. május 30-án 10 órakor, és mind a közbeszerzési szakértő, mind pedig az önkormányzat képviselőtestületének tagjai sajnálattal vették tudomásul, hogy egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett a kiírásra. Ezért az önkormányzatnak, illetve a képviselőtestületnek ki kell mondania azt, hogy az eljárást lezártnak tekinti. Pénzügyi bizottság ezt tárgyalta-e? Tárgyalta, hogy forróvezető tudomásul, hogy ez sajnos tényleg le kell zárnunk, tehát a javaslókat az javaslat elfogadni, viszont ez nagyon gyorsan el kell kezdeni gondolkodni más alternatívákon, mert ahhoz, hogy például is már nyáron, július 30-ig él a jelenlegi szerződésünk, de ahhoz, hogy ez az év másik felébe legyen közétkeztetés, az sajnos meg kell találni azt, aki ezt tudja művelni, és emellett pedig üzemeltetni is a csárdánkat, amiről az egész szó volt. Tehát
ez gyors, újabb munkát fog eredményezni ez a döntést, de ezt most meg kell hoznunk. Rendben, köszönöm szépen. Valóban itt a mostani határozati javaslat arról szól, arról szavazunk, hogy mivel egyetlen olyan ajánlat sem érkezett be, ezért az eljárást lezártnak tekintjük, de már akár holnap elkezdünk gondolkozni azon, és összehívunk egy megbeszélést a jövőt illetően. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs, akkor a szavazást arra teszem föl, hogy az eljárást Kondrosváros Önkormányzat képviselő testülete lezártnak tekinti, illetve nyilvánítja. Aki ezzel egyetért, kérem észrevételével jelezze. Köszönöm. 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselő testület. Kiosztott anyagaink következnek. Első kiosztott anyag, körösszögi hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Saját tőke rendezése. Itt Boldis képviselő úr összefoglalta a víz és szennyvíz szolgáltatás kapcsán azt, hogy a hulladék közszolgáltatás vonatkozásában is találkozni fogunk sajnos ilyen előterjesztéssel, mint amit most tartunk a kezünkben, a későbbiekben is, hisz ez azt jelenti, hogy a hulladék közszolgáltatáson keletkező hiányt is Kondorosváros Önkormányzat képviselőtestületének kell megfinanszíroznia. Hisz szintén az a helyzet a hulladéknál is, mint a víznél, az áramnál és a gáznál, hogy a rezsicsökkentés eredményeként egy befagyasztott hatósági árként nem lehet beépíteni a díjakba ezeket a megnövekedett költségeket. Nincs kiegészítésem, ha valami kérdés menne, akkor természetesen válaszolunk rá. Köszönöm. Kérdése van-e valakinek? Bizottságosan tárgyaltok, és tudomásra veszek, és elfogadásra is, hogy nincs igazán alternatívánk erre egyelőre. Ki kell egészíteni. Sajnos azt azért szeretném elmondani tájékoztató jellege, hogy ez Kondorosváros vonatkozásában ez 7.196.885 forintot jelent. És ez a kistérségi szinten viszont 23.013.153 forintot összesen. Kérdése, észrevétele van-e még valakinek? Sajnálattal vesszük ezeket a számokat tudomásul, de ezek a tényadatok, és ezen már nem tudunk változtatni, hisz ez már a múltban felmerült költség, amiben most helyt kell állnunk. Kicsit annyi megjegyzés, hogy az elmúlt évek során, tehát jó pár évvel ezelőtt mindig szóért minket, mint önkormányzat képviselőtestületet, hogy miért magasak a díjaink. Most ebből a dolgokból látszanak, hogy nagyon nem voltak magasak a díjaink. Tehát igyekeztünk minden közszolgáltatásnak a díját a lehető legalacsonyabban tartani, inkább bizonyos költségeket úgymond másodon átvállalni. Most már gyakorlatilag a külső szolgáltató végzi, kimutatja konkrétan, hogy igenis az ennyibe kerül. Tehát úgymond minden ilyen költség, ami itt nálunk rakódik, az azt jelenti, hogy pár évvel ezelőtt, mióta befogyasztották a díjakat, ennyire óvatosan terveztünk, és a lehető legalacsonyabb összeget próbáltuk hozzárendelni. Tehát nem voltak magasabb díjaink most sajnos. Ennyivel magasabbnak kéne lenni, ahhoz, hogy reálisan költségen működjen. Köszönöm. Kérdés, kiegészíteni valója van-e még valakinek? Amennyiben nincs, akkor a határozati javaslat következőképpen szól. Kondorosváros Önkormányzat képviselőtestülete a 7.196.885 forint összeget a 2016. évi költségvetésében rendkívüli önkormányzati támogatásból finanszírozza. A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési erőhiányzat módosítás átvezetéséről gondoskodjon. Aki egyetért ezzel, készemeléssel jelezze. Köszönöm. 7 igen szavazatta egyhangúan elfogadta a képviselőtestület. Következő kiosztott anyagunk Körösi Vízgazdálkodási Társulat támogatása. Ezzel az előterjesztéssel is úgy gondolom, hogy minden évben találkozunk, és egy visszatérő téma.
amely arról szól, hogy kizárólagos önkéntes tagi befizetést minden, tájékoztatják az önkormányzatot, hogy kizárólag önkéntes tagi befizetés minden tag tehet. Megállapította Kondorosváros vonatkozásában egy adott területre vonatkozó összeget, ez Kondoros esetében egy 658.086 forintos önkéntes tagi hozzájárulást jelentene. Természetesen beleírták a megkereső levélben, hogy ettől az összegtől el lehet térni pozitív irányban. Én úgy gondolom, és tárgyaltuk már több ízben, akár előző években, de már az idei évben is volt egy ilyen vízgazdálkodási társulatos előterjesztésünk, ahol ők szerették volna felvállalni a csatornáinknak az üzemeltetését, akkor ezt az előterjesztést, illetve határozati javaslatot nem fogadta el a képviselőtestület. Én azt javaslom, hogy az önkéntes tagi befizetéssel se éljen Kondorosváros önkormányzata. De a pénzügyi bizottságot kérdezem, hogy ő tárgyalták-e? Tárgyaltuk, igazából mivel mögöttes munkát nem igazán tudunk értékelni, ezért úgy gondolom, hogy ha nem kötelező, akkor a közülés nem bírja el ezt a plusz összeget, tehát nem támogatjuk, hogy önkéntesen befizessünk. Köszönjük szépen! Természetesen a megkereső levélben leírták, hogy ezt az összeget a csatornák rendben tartására, kotrására, tisztántartására fordítják. Én úgy gondolom, hogy ebben eddig az önkormányzat eddig is helytált, és ezeket a csatornákat, ahol kellett, ezt mindig tisztántartottuk és kikotortattuk. Úgyhogy a pénzügyi bizottság javaslata is az, hogy akkor az önkormányzat, Kondorosváros önkormányzat képviselő testülete nem támogatja a Körösi Vízgazdálkodási Társulat önkéntes tagi hozzájárulás befizetését. Aki ezzel egyetért, készelmeléssel jelezze. Köszönöm. 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a képviselő testület. És egy szóbeni előterjesztés következik. Ugye? Igen, legyen szíves, köszönöm. Tisztelt képviselőtestület! A képviselőtestület a május 24-i ülésén tárgyalta a rendezési terv módosítására vonatkozó előterjesztést, mely előterjesztés szerint 9 ponton szeretné a képviselőtestület módosítatni a rendezési tervet. Történt egy adminisztrációs hiba, a határozatban nem 1-től 9 pontig szerepel a rendezési terv módosítás, a mellékletben megvan a mind a 9 pont módosítás, de a határozatban úgy került bele véletlenül, hogy 1-7 ponton, 1-től 7 pontig módosítja. Kérném a képviselőtestületet, hogy ezt a 107-es számú határozatát módosítsa azzal, hogy 1-től 9 pontig módosítja, kéri módosítatni a rendezési tervnek az előkészítését. Technikai jellegű módosításról van szó. Adminisztrációs hiba gyakorlatilag. Aki egyetért ezzel, kérem készülni és se jelezze, hogy módosítjuk ezt a határozatot. Köszönöm szépen. 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és módosította a határozatot a képviselőtestület. Nincs másunk. Akkor a kiosztott, kiküldött anyagaink végére értünk. Képviselőtársakat kérdezem, van-e valakinek előterjeszteni, bejelenteni valója? Valakinek? Köszönjük. Hévízi Róbert úr. Tisztelt képviselőtestület, megragadva az alkalmat, közelgő programra szeretném felhívni a figyelmet. Jövő héten csütörtökön, június 23-án az Ifjúsági Önkéntes Kulturális Műhely és a Dércy Ferenc Könyvtárs Közművelődési Intézmény egy közös programot szervez Szent Iván éj kapcsán. 21 órakor kezdődne maga a rendezvény, és az ÖKM udaráról egy fáklyás lampionos átvonulás lenne a Varadai tóhoz, ahol megtörténnek az úszógyertyák vízehelyezése, illetve a tó szigetéről egy énekzenei program megrendezésére kerülne sor. Ezt követően a visszavonulás történik, meg szintén fáklyákkal és lampionokkal, majd a műhely udvarán tábortűz, és a tábortűz körül akusztikus zenei programok előadására kerül sor, almasütés és más egyéb olyan közösségi programok, amelyek ezt a rövid éjszakát még rövidebb és eseménydúsabbá tudja tenni. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Köszönjük szépen intézményvezető úrnak a programismertetést, nagy szeretettel invitáljuk akkor a képviselőtársakat is erre a programra, a családtagokat fölmarkolva az év leghosszabb nappalját
tegyék még színesebbé és a legrövidebb éjszakát színesítsék. Amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, kiegészíteni való, akkor mindenkinek megköszönöm a mai munkát, és a képviselőtestületi ülést pedig bezárom. Köszönöm szépen!